Szevasztok! Halihó! Itt van Tibi! Hol vagy? Hello. Ott vagy, ja. Én. Igen. Na, mire készülünk, Tibi? Mondd el, légy szíves! Hát egy hatalmas lakomára, lakoma. Ugye várjál, húsvét van jelen pillanatban, és még mi van? Hát húsvét. Április? Április 1. Április 1-e, a bolondok napja, tehát most bolondot csinálunk magunkból. Így van. Szevasz Gergő! Majd még jönnek a többiek. Sziasztok. Is, a lényeg az, hogy egy ilyen taposóaknát fogunk most elfogyasztani. Aki nem tudná, mi ez, az járjon utána, annyit kell csak tudni, hogy Surströmming. Viszont nagyon röviden elmondanám a lényegét, hogy ez egy erjesztett, sőt, inkább úgy nevezik a köznyelv, hogy rohasztott hal. Megpróbáljuk úgy elfogyasztani, hogy megadjuk neki a módját, kicsit a svéd, gasztronómia és a szokások szerint, hogy ilyen pászkakenyérrel fogjuk fogyasztani teavajjal, és van hozzá való tejfölünk, majd azt is megmutatom, és van hozzá még uborkánk, ízlés szerint hagyma, lila hagyma, és még van, hú, de jó illata van a hagymának, eleve az el fogja menni, és akkor van hozzá még paradicsomunk, igen, itt van hozzá nagyon zsíros tejföl, és föld krumplink. Nagy vonalakban ez a téma lényege, át is adom a Tibi, ő már olyan éhes, egészen plebevert, át is adom a kamerát, folyik a nyála. Úgy ennék hálból a büdös rohadt hálból. Ugye a lényeg az, hogy ugye vodkánk is van, azt is mutasd meg, légy szíves. Tehát ki, svéd sörrel nem tudtunk rendelkezni, de svéd vodkával igen, az itt van. Le van fagyasztva, és úgy fogjuk elfogyasztani, hogy aperitívvel, sörrel, ahogy kell. Szevasztok! Megérkezett a gyerekek! Itt vannak a kihívók! Ez egy jó tanács mindenkinek. Megy a kamera? Érdemes ezzel indítani. Budweiser reklámarca. Hogy kibír ezt az egész történetet. Ez sokan segítve. Most legyen egy tubor, mert ugye ez dán, tehát észak-európai, a svéd helyett dán. Egészségünkre! Egészségünkre! Sziasztok! Az erjedt halnak a fogyasztása, vagy a rohadt halnak a fogyasztása, ugye azért extrém, mert legtöbben úgy szokták a YouTube csatornán, hogy fogják, kinyitják a konzervet és eszik, mint hogyha ezt így kellene enni. Mi most megpróbáljuk megadni neki a módját. Mert ugye a szakács, egyébként őt meg lehet interjúvolni, tehát az összetevőket nem eszünk külön, ugye? Abszolút, így van. Tehát ez is egy összetevő, ez egy fűszer végül is, egy ilyen lényeg, valami a része az ételnek. Most ez lesz a lelke az egész dolognak, de... Igen, ettől fogunk hányni. Igen. A lényeg az, na, röviden a kétféle történetet hallottam. Egyben lenni sok rúg most. Persze, improvizatíve. De megvágod is. Persze. Tehát a története a Surströmmingnek, ugye kétféle variációt lehetett hallani. Az egyik az, hogy szándékosan csinálták ilyenre, mert hogy ki voltak fogyva hosszú háború alatt a sóból, amivel akkoriban tartósították az ételeket, ki voltak fogyva, és a királynak mit tudom én milyen rendeletére hozták létre ezt a förmedvényt. A másik verzió meg az volt, hogy a 16. században a korabeli tengeri kereskedők, svéd kereskedők, mivel sóhiány volt, megerjedt, megrohadt a hering, és rásózták a finnekre. A finnek meg jövő évben, meg kérdezték, hogy hol van az a finom hal. Ja. Ezt a... Nem tudom, hogy ki tolta, de még majd most mi fogjuk. Na. Iszunk rá egyet, és akkor elkezdjük. Ja, szigorú szabályi vannak, azokat is be fogjuk tartani, tehát nem az lesz, hogy nem arra megyünk rá, hogy minél köcsögebb módon fogyasszuk el, hanem minél szakszerűbben. Ugye azt írja az etiket, a Surströmming fogyasztási etiket, hogy eleve a kibontása az víz alatt történjen, és lehetőleg minimum 10 méterre a fogyasztás helyszínétől, és a halat külön meg fogjuk majd mosogatni, és sőt azt is írja az etiket, hogy ne ott tárold fogyasztás előtt a halat, ahol enni fogsz. Tehát azt is valószínűleg arra fogjuk letenni. Tehát hányási kockázatot azt csökkenteni fogjuk. Tibi, te éhes vagy? Én annyira nem. Hadd vegyelek fel, hogy hogyan? Mennyire vagy éhes? Ennyire nem. Figyelj, ezt mind meg kell enni. Na jó, innen folytatjuk. A retro jegyében ide. De annyira parázok, hogy készül. Nem lehet egy ilyen hányó. De régen ebben mostak a kezüket az emberek. Ugye úgy volt, hogy megmelegítették a vizet, és ebben mosakodtak régen. És nézze, aki nem ismeri, hogy itt van a szappantartó is. Hát ez nem akármi, ez egy retro. Itt meg a törlőköző tartó. Bár a törlőköző készül. Volt.
arra is fel vagyunk készülve, hogyha valakinek így, úgy, most úgy kell hányni, hogyha esetleg... Ha nem bír fel kell. Nem bírja, akkor ennek a funkció most jelen pillanatban ez lesz, hogy fölfogja, amit föl kell. Meg, majd mindjárt, várjál, az esővizesnél. Csak meg akarom mutatni a surströmminget. Ugye ezt Svédországból hozták, rendeltem, még tavaly születésnapomra, és akkor születésnapom óta húzzuk, halasszuk, mert azóta volt már karácsony is, volt szilveszter is, de azt most a bolondok napján, húsvétkor fogjuk megelni. Például csak bolondok lesznek ilyeneket, hát egyértelműen, hogy most a legalkalmasabb időpont rá, hogy ez finom lesz, akkor bevásárlunk belőle. Akkor onnantól ezzel örökké bolondok maradunk. Csipem, hogy nagy az önbizalom, de majd kíváncsi leszek, akkor bontjuk. Hogy nem tudok olyan gyorsan menni, azt elfelejtettem mondani. Várjál, hozom a tányért. Ja, hozz a tányért. Oké. Gyere, fogom, azt vigyük oda. Sőt, el ne enged, bazd meg. Itt rakjuk, így szépen. Jó. Napon, így. Kilépjem a 10 métert, vagy? Nem kell kilépni, figyelj. Ha valakinek büdös lesz a keze, valószínűleg az enyém, akkor kezet kell mosni. Akkor viszont ezért van, várjál. Vedd le azt az inget. Fölkészülünk azért az operációra. Már nézzem a menekülő útvonalakat. Jobban látszik amúgy is, hogy hol ott a reklám helye. Mikor jó a vidékinek? Vagy mikor nem faszok? Na látsuk! Most erre nyugodtan ráközelítesz, mert ez történelmi pillanat. Gyertek közelebb, szagolják! Jó, teljesen jól vagyunk. Felúszik a tetér. Gyere közelebb, gyere csak közelebb. Vagy tele van kázva. Tibi nem szereti használni a zoomot. Tibi nem szereti használni a zoomot. Vagy most akkor ezért? Mondjuk arra figyelj, lehet, hogy belevásztelt, hogy után fölcsapol, amit egy picit. Nem biztos, de lehet. Na akkor vigyázzatok! Kinyílt. Na. Jött valami. Mit érzel? Na most még semmi. Az meg. Na most már kezdek. Csak sima fingszak. Na. Ja, te sima fingszak. Most még kell, most kezdek egy kicsit. Nem olyan mindig sima. Sima fingszak, te ilyen. Záptojás. Mit érzel? Záptojás. De kicsit ilyen záptojás, de még annyi elmigás. Valahogy nyom rá az új. Nyom a kezdet. Felúszik a tetén. Semmi baj, de tökéletes. Alakul a molekula. Mi? Lehet, hogy a Gerő előbb kidobja minden. Ne, hogy is, hülye vagy, bazd meg, nem kell ez élni. Figyelj, gondolkozzatok, az ősember mit meg nem evett, bazd meg. Hú, ez. Húha. Egyébként tényleg ilyen zárt tojás. Az a lényeg, hogy már dökkútba lettél, akkor előbb. Na, gyere közelebb, nézd meg. Jó, hogy fúj a szél. De hol van belőle a hal? Hozz egy kés, légy szíves. Jó, hogy fúj a szél, annyi nem beszél. Nem. Ilyen elriát. De tényleg a zárt tojáshoz hasonlít. De nem olyan izé, nem olyan kolor, de büdös minden rohadt élet. Hú, geci. De nem fogsz aludni az ujjattal. Na nézzük meg, mi van ebbe bent. Vannak. Mi a faszom? Hát, határozottan. Jól nézzük. Köztösen. Nyami, nyami. Na, figyelj, várjál. Hát nem annyi, az. Itt egy hal. Kérsz egy darabot? Hát így azért nem biztos. Várjál, nem ide kirakod a tányéra. Megszámoljuk. Mi, megvan mind. Nem lopták el. Ez mi lehet, hogy mi nem majd rettem. Kamera megy? Ez felejthetetlen élmény. Nem annyira büdös. Ez egyébként sem büdös. Jó, én azt mondanám nektek, gyerekek, hogy ezért az ujjatokat leszopogassátok. Mondjuk ízzek kóvarosz. Azt mondom. Fúha. Hány darab hal van, sose fogy ki, bazd. Egy. Ezt a kóvar. De így meg tök húztam. Nem veszélyes. Na. Abszolút nem. Jó, most rá, gyere. Honnan fúj a szél? Honnan fúj? Gyere! Itt állt, gyere! Várjam annyi mocsot! Oké? Bazen már hol szaga lett a gyereket? Érzed, gyere? Na, állj meg egy kicsit! Most már ilyen rendes hol szaga lett meg a rózsa. Lemostad róla ezt a okádékot. Összeszagot. Na, várjál! És mit csinálsz? De. Azt hittem, meg akarod el. Oké, okay. Kettő megvan. Vigyázzik erre, mert egyébként húha, bele. Azt a kurva! Na, mi van? Nem is olyan büdös. Nem. Nem számítottam attól függettől, de ja. Annyira? Bazdmeg, megjött a halszaga neki. Tényleg. Ez. Nem? Sima halszag. Na, ruszli király, amint ebből lenni fogsz. Amint a ruszli ugye? Nyers halszag lett. Ennyi.
valakinek kell egy pofa. Sushi? Kaki? Valakit agyonbaszol lesz. Dír! Na várjál, leöblítés. Ne passzolj. Már nem is érezni a kezem. Jó, meg vagyunk. Tök mindegy, ezzel fogok enni. Na, nem olyan izé. Nem olyan para. Így már nem. Na, ki lehet jelenteni, hogy nem olyan para? Ugye, várjál, mindenképpen szélbe kell kipróbálni. Igen, ezt akartam mondani, hogy nekünk itt ugye Sopron környékén, Sopron környékén, Sopron környékén, Sopron szerekvárosa, Sopron környékén, most egy kicsit segít ez a trópusi szél, ami hozza azt a homokvihart is. Egyébként azért állagra meg kéne kóstolni, nyersen, ki meri megkóstolni. Fél büdös a szar, már meg se eszed, bassz. Tehát jó, egyébként a szél az teljesen nekünk. Ez hagytott. Ja, aki akarja, mossa meg a három. Gyere! Na, nyami! Gyere, kérjétek, el veszel. Mert nekem mind a két kezem. De egyesében, nem basznak, nem nagy üzemi konyhába dolgozunk, hanem így elszükséget teszünk. Nem tudom, annyira már... Annyira már... Üdös, mint a kurva élet, de annyira... Mondjuk a gatyádat dobhatod ki, mert amúgy ráfröcsköltem a vizet. Az annyira málik, hogy nem tudom szétizélni. Azt meg kell... Azt kell megenni, az a lényege neki. Mi? Ezt már hol vettem? Fúj, bazd meg! Lekapar, itt tudom. Na, kapar. Együttek. Jó, most az a szél. Inkább vigyünk egy vodkát. Ja, igen, hát előtte kell inni egy vodkát. Annyit azért ki lehet jelenteni szerintem már most, nem? Pisa, gyerekek, fugu sashimi! Fugu sashimi. Meg a másiknak az ujja nem olyan büdös, mint a saját. Igazi. De most azon mit pucolgattam? Igazi japán konyha. Nem tudom ezt lepucolni róla. Nem. Arire. Bazsi. Falkát maximum leszett. Gerincét mondjuk maximum kiszedem. Hozz egy üzét, meg öltsél mindenkinek egy vodkát. Nézd, csak itt tudom leszedni. Az úgy, bazd, nem tudsz, hogy rakom is marad rajt. Nem. Gondolod a tengerészek így ették be azon. Na, meg vagy, Pisu! Ott a királyság. Várjál. Gerinc az lejött. Hány hal van benne? Na, annyi hal egyébként. Egyébként nem veszélyes. Nincs is annyi kovács. Na, azt már most ki lehet jelenteni, hogy sok összetemés a dolog, mert lehet, hogy a szél az, hogy most nagyon sokkal segít. De tény is volt, de egyébként a szava se olyan izé. Nem volt olyan parázs. Tehát azért nem tudom. Íze az kurva rossz. Honnan tudod? Már bazon kóstoltam. De még úgy normálisan nem etted? Hát úgy nem. Most még csak ezért, csak úgy nyomogunk. Én kóstusosnak tűnik. Kér valaki? Mondjuk lehet aztán nem vizet, akit adtuk meg, akkor ezért lehet, hogy más lett volna a szitu. Hogy kérem, hogy a videót, hogy ezért a hadit tudunk csitunk ilyenek. Pisu? És akkor itt most főhasítod. Kezedet el ne vágj, bazd meg, mert akkor alud után le kell laputálni a kecegyekkel. Bőrkét megeszel, azt mondtad. Az most mi? Gergő eszi meg, nem érzi. Az most a jó vagy a rossz? Mi? Ezt a tányért lelő ki kell basznak, hogy nincs el után. Már nem elvisz egy szél meg. Köszi. Na, és ki baszottul pengény nyomod? Ami szakértelem van, nem? Gergő, ezt neked tartogatom, vagy én szépen megdíszítem minden. Na, egészségesztem. Túl vagyunk az első nehézségeken. Aperitív. Ne burugass. Azért megérdemeljük.
egyébként tényleg nem veszélyes külön. Így néz ki, ami már megvan egy kicsit pucolva. Már megkóstoljuk így. Ezt a darabot. Hát igen. Ja, de nézzek, az egy kell mellé a cucc. A baj meg ezek szerintem. De kibaszott a szar. De nem is azért, hanem jön neki egy ilyen kibaszott sós. Van egy olyan mellékize, haver. Hát, mint hogyha itt a fejes ugrana a pöcegödőben. Igen. Amit a szintetetség van. Na jó, figyelj! Akkor úgy lesz, várját, azon van főtlopit. Hű, bazd meg! Na, figyelj! Szólja meg! Olyan, mint egy bűvész szó, már? Így néz ki ez a csak pászka. A kezedet kenyér. Megkenjük. Milyen kenyér? Pászka. Vázitor kenyér. Pászka. Megkenjük te a hajjal. Ki lesz az első, aki beveri? Én. Oké? Okay. Na, megkenjük egyszer te a vajjal, oké? Okay? Ez az első réteg. Következő pedig az, hogy van nekünk főtt krumplink. Ebből vágunk rá ilyen kis darabkákat. Ugye kifejezetten sótlanul kell elkészíteni, mert kurva sós a hal. Ez a genyó, ez a rohadt húsos. És akkor így láttam a svédeknél, hogy Pisu, ne izé jajgassak az meg. De miért nem hágytam, és ez már nagy szó. Sokat fog rajta javítani. Akkor lehet, hogy javítani. Na, és akkor ugye van nekünk ez a... Adj egy kész törlőt, légy szíves. Itt van nekünk ez a jó kis zsíros tejfölünk. Ez tényleg zsíros, jó masszív. Hát első osztályú. Adjuk meg a módját, hogyha az ember ilyen exkluzív kajákat zabál, akkor így, egy kanál, még egy kanál, így, tessék, kicsit eloszlatjuk. Már most tök jó illata van. Ideig érzem. Igen, és akkor most kéne ideadnod a ezét a... Ma mindjárt meg tudjuk pilózni. Hozz ide egy kis ezét. Halacskát. Milyen ezét szeretnél rá? Hagymát, milyen szeretnél rá? Málom is. Várjál. Ilyet is olyan. Is használ, csak valami bűnben nyilván. Minden csak legyen rajta. Megeszem még a ezét, és a gyümölcs van világát. Csak nyugi, mindjárt csinálom neked is, Pisu, gyere. Halak kész vannak? Itt van, kérlek. Nem árt nyitva hagyni a hagymást, egy kés lesz, amit erre befogunk. Figyelj, egy kis darab, így. Úgy. Ugye a kaját el nem dobjuk. Nem. Ha már hősi halát halt ez a szerencsétlen hering, valahol ott az északi tengernél, akkor már muszáj, hogy elfogyasztás. Aztán tudom, hogy fogtam a kezemet, az a kék, mi a lófasz? Az a lila hagyma. Ez nem jut a milajnál, azt a hüle. Hát akkor... Nézd meg, tiszta kék a kezem. Azt mondta, hogy vodkás üveg. Oké. Van rajta hagyma. Én még tennék rá a hagymát. Tehelyen. Jó lesz, az elég lesz. Én tennék rá a tehelyen pluszba, de te tudod. És akkor még teszünk rá. Na, hagyma. Kis... Várj, először közelítsél rá, így néz ki. Várj, ezt lefényképezem az utókornak én is. A suborkát, hogy tegyél a tetejére. Na, azt is teszünk rá, oké? Okay. Halát is. Várj, először együtt meg. Nem az, direkt a másik kezembe. Na, kell rá ezek? Svéd uborka? Jöhet. Kurva bűnös, de basz. Tényleg nem szagolgatni kell, hanem enni. Fasz szagolgatsz, nem? Tessék, kis svéd uborka. Svéd kajára, svéd uborka. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen ránézés, egy tök gusztusos valami lesz. Jól néz ki. Na! Hát még rak rá egy kicsit. Ne, edd csak edd. Ne gondolkodj. Ez nem ízik. Csinálom a következőt. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Annál résznél mit mondasz, amikor a hal jön. Ez így kurva jó. Ettél halat is? Jó. Jó étvágyat. Köszönöm. Na? Ez így egyben. Gyere, Pisu, tiéd a következő. Na, milyen? Frankó? Faha. Tényleg? Na, van mindjárt kell a bazsia. Hozzak egy partet? Tényleg. De még a cip sem mossa le a kezedről, basszus, ezt a falszal. Nem rossz. Azt rosszul érzel, az nem falszal. Őröm, ugye ez sok minden.
szarszag, nem halszag. Ez a sok zsíros cucc, így álljunk meg. Gyere, foglaljatok helyet nyugodtan. Teljes mértékben. Egyébként, aki most finglik az asztalnál, az se számít. Vagy büfesz is az ilyen jár. Nem? Hát nem tudom. Mi van, picsuk, be vagy szarva, bazd meg? Ja nem, dehogy is. Jó. Örülhetnek, hogy fúj a szél, most kivételesen örülök a szélnek. Én könnyen vagyok, nem, mert én csinálgatom itt nekik a szendvicset, azt én még nem eszem, de... Te csak csináld. Ja nem azért nem eszem, mert épp élek tőlem, eszem, nem kurva finom lesz. Gergő, te azt mondod, hogy finom? Nekem ízlik. Kösz meg egyet? Jöhet. Hát ezt megesszük, gyerekek. Nem iszlem az a hallanám. Nyugi, nem kibaszásra megyünk, nem kibaszásra. 5 centi vastagon, akkor... Nem kibaszásra megyünk, hanem izé legyen, jó legyen. Ezek tudtak valamit. Ugye az a lényeg, hogy ilyen kis mócsingokat kell ilyen fűszerként rátenni valójában, nem? Igen. Tehát körülbelül úgy... Így láttuk a videón, igen. Úgy kell eloszlatni szerintem értelem szerint, ahol harapnál bele, nem? Igen. Amúgy tényleg azt mondom, hogy most már a vodka is dolgozik az emberben, meg a... Már túl vagyunk a bontáson. De... Az a kus is tegyél rá, le csak bűrt. Várj, a közepére kapsz egy nagy adagot, várj. Köszi. Olyan nincs, hogy ezt nem esszük meg, gyerekek. Bazd meg, elég lesz. Ezt a kurva hal el kellett, hogy pusztuljon. Hagyd már bőséggel, tejfőt bőséggel, uborkát bőséggel, ez a nyilván paradicsomot. Sziasztok! Egészségedre! Rosszul vettek! Oldal, nyuszik meg. Meg bolondok napját. Nézd meg! Bőkezően adag. Finom az a tejfő. Finom? Ja, jó, hát annyi lehet bűs. Csak figyelj, bízni le. Ne enj meg külön a tejfőt, he. Ezt az izével meg kell lenni a halakkal együtt. Oké? Okay. Pisukám, egy kis hagyma. Én nem is értem, érted, megeszik így. Tehát, vagy hát ilyen. Nem adják meg a módját, ahogy igazándiból kéne, hagyományosan. Akkor? Persze, hogy gyűlölnek. Hát persze, így viszont, hú, de finom. Nekem bejött. Ugye azért tényleg állsz, hogyha tényleg kérdezik. Nekem bejött, figyelj, víz nélkül, megkosoltad, nem hajtál. Hát nem, mert ugye úgy csináltuk, hogy olyan mellő van. Nem mondom azt, hogy lecserélném egy gyűrűbre, de... Gyerekek. Ez szerintem amúgy így gusztusos, hogyha én megmagyarul. Jó, de meg finom. Jó, elég lesz. Még egy kis uborokat tegyél rá, azért elég lesz, nem bírom átharapni. Nem baj, azt szopogatni. Élvezni a szart. Vedd fel azt a kurva felőt. Minden. Jó szélre. Kisú. Jó, elég, mert nem bírom megfogni, értem. Nem baj, egy kanál. Jó lesz az, nem? Most csinálok magamnak egyet, jó? Tessék, kisú. Egyébként. Most mindjárt leteszteljük, hogy amilyen jól néz ki, annyira finom is. Gerő, jöhet a következő. De azért figyelj a menekülő útvonalakat. Biztosan biztos. Nem kell a menekülő útvonal, tényleg. Kenyérre figyelj. Ja, a tárgyi fölött egyéb az. Ne pokold meg annyira magadnak. Jó, nem jó. Nem ízlik. Túl sok a krumpli. Ezt nem hiszem el, bazdnak, hogy minden szart elviszol, kibaszott krumpli. Túl sok krumplit tettél rá, bazd a kevés palat. Figyelj, majd mindjárt következő, majd meg. Nézd meg a szokásembert. Nem beszélj. Nem vagy nyitott az a mi a baj, mi a baj? Mondd, fejtsd ki. Nyugodtan mondd meg a néző, kurva sokan fogják megnézni. Még egy próba, még egy ezért. Na, nagyon sokan meg fogják nézni, hogy mit mondasz, bazdnak. Kemény szokács. Kicsit ízésebben csináld magadnak, vékonyabbra. Nem, nekem jó ez. Az elsőnek, elvesztem én is a helyzét, a szülőségemet. Krumpli a magában, jó? Érdekes üzem van egyébként. Beszélő legyen fából. Én legjobban a pápusztaihoz tudnám hasonlítani az a sajt, az egy ízre is egyébként. Karakteres üzem van, de... Milyen? Karakteres. Azt akkor olyan szépen mondja valami. De egyértelműen nem veszélyes, szóval abszolút nem veszélyes. Így olyan, ami fogyasztjuk. Természetesen most, hogyha üresen lennéd, az biztos, kidobnám még a jövő hetet is, de... Gondolod? Biztos vagyok benne. Figyelj! De azért utolag azért jön egy kis mellékhatás. Nem, még nem tudom már, mert még nem ettem, csak figyelj. Húbazd meg, nem tudom, hogy ezt hasonlítani, de... Mert nincs semmi ilyen, amely ezt tudnád hasonlítani. Ja. Most akkor figyelj! Na azért ez inkább csak... Kicsitok ezek finnek, nem? Vagy ki, milyen... Svédek. Akkor inkább azért maradjanak már a svédek ezeknél. Nekem jól lesz a bürküt. Figyelj, de most várjál, most azért fejezzük ki azt, hogy te már, ja még nem etted meg, de már folyamatban van, te már megetted. Így van. Tehát most ez egy ilyen ehetetlen szar? Nem.
Én csak azért nem értem, most ez ilyen népszokás, nem hogy ilyen tradícióból eszik már. Egy jó helyen egy világháborút végig lehet vele. Hát hogyha, na, nézd meg, megrakta magamnak. Abszolút nem álltam. Senki nem mondhatja azt, hogy én magamnak szarul csinálom, jó? Abszolút nem álltam, de... Oké. Okay. De hát nem fogok kedvenceim közé tartozni. Na csak figyelj, megnézem, hogy milyen lesz. Egyből örökké. Esetleg, hogyha a réval fenyeget, akkor találkozom. Ezt tudom, mivel lehet elmondani? Ketchuppal, bazd. Figyelj, de ezen még ezzel nem segítsen. Ezen nem segítsen. Egy ezzel nem segít semmi. Na csak figyelj! Pocsolya! Íze van, vagy nem tudom, vagy faszom tudja. Azonban nem tudom, miért szoskolista már annyira. Rohadt halhoz, ahhoz leginkább. De nem, annyi egyed íze van, hogy nem tudom. Hát ez a fia, ez eleve jó, hogyha nem tudod kifejezni, mert akkor az azt jelenti, hogy egy... Egyébként tudjátok, mi a legfinomabb a szendvicsben? Na. Az, ahol nincsen a hal. A paradicsom a hajnokból. De amúgy, de ez nem igaz, mert amúgy meg több karakteres így a hallat. Na várjál, majd mindjárt én is meg ízlelem, várjátok. Csak engem várjátok meg. Mi van? Semmi, minden oké. Okay. Nem jó? Csíp. Nem, kurva jó. Imádom. Ha ízik csípés, akkor hát kiderül. Én csak attól félek, hogy szétesik. Amúgy tényleg kurva büdös. A kurva anyám. Tudom, miről beszélsz. Ugyan? Ezt a sör a klub is veszi el. Ne? Ezt a klub is veszi el, haver. De egyébként olyan se annyira gáz, mint amennyire. Így. Jó, mondom, tényleg van szalmas. Ha most itt az asztalon szekted volna meg, akkor biztos, hogy lett volna itt azért okádása, mit tudom én, de így nem, így annyira nem beszélyes, de... Még lehet, még ne tudom, már nem. Utólag egy kicsit azért bejött. Ezzel most aztán? Van egy ilyen NATO érzés benne, ami egy kicsit azért így azért be fog ütni. Az egy gyomorban. Le kell bújtani. Látjátok a főbújtó, vaznak a főbújtó, ugye? Én megeszem. Nem, figyelj, elmondom, hogy mi az én észrevételem, mert én kurvára nem vagyok ilyen. Igen. Gasztronóm ember, de... Dehogy is, nem? De az első íze, amikor megüt ez a tényleg ilyen lábszagszerű, ilyen pöcsek, fingszag, mindenhez hasonlító görényszag. De... Nem, hogy tényleg. De tényleg minden benne van, és akkor csillaporik, amikor... Várjál, nem, akkor csillapodik, amikor el tudsz tőle vonatkoztatni, ja. Hogy odafigyelsz a tejfőre, odafigyelsz az ízére, a többi ízre, igen. És akkor egy ilyen kiegészítő ízként meg tök jól megjelenik. Hát ezt nem mondanám, hogy tök jó, de megjelenik, ja. Ja, de aki csak a McDonald's-ba étkezik, az nem fog ezt ilyet enni. Úgy igen, úgy, hogy te el tudsz vonatkoztatni attól, hogy most mit tudom én, mit van ez a rothadvány, érted? Csak a tejfőre fókuszálsz, a paradicsomra, a hagymára, meg ezekre a többi silókra, akkor ilyen. Akkor ez azért azt is megmondom, szedom. Hogy mikor eszel, és akkor találkozol az ízzel először, akkor a gyomorod az így megfordul, mint a betonkeverő. Egyet fordul, és akkor itt már csak azon van önuralom, vagy nincs. Mert azért legszívesebben kiköpnéd. De azért az, hogyha az, amelyik kinegyelik, azért meg fogok kenni a rágatósnak. De úgy azt hiszem, amikor összerágod teljesen, és akkor minden íz benne van a szárban, akkor már úgy annyira elnyomja, hogy így rendben. Pisú! Már nem sok van, megkövetni. Erősen pisú. Betúrhatottam egy darabot te egybe. Most ne roppanj össze. Még egy észrevétel, hogy a tejföl az nagyon-nagyon sokat segít. Így van. Én levegő fújt ki. Tejföl meg a szél. Tejföl és a szél. Dimitri Lénáról mesél. Na, megfogadta a röpványot. Gyere, picsú, bocs, kinek emlékszel? De akkor ez is halas lesz. Figyelj, ezt a tejfölt, ezt így otthon, ne? Nem, ez meg kell lenni, de került bele. Az összes halat megesztük. És az úz, bazd meg! Mi a fogyókúr? Pisú fogyókúrázik, hallom? Diétál. Azt nem mondom, hogy egy gyors kaja, mert nem lehet olyan húdák hamar megenni. Olyan jól adtam már, érted, hogy nem bírom megenni ezt is.
Igen, az ma másik a pucúja, érted? De nem az a lényeg. Egy külön-külön fos. Egy külön-külön fos. Mert tényleg egy undor, egy okádék, érted? Viszont, hogyha már egy, ott van rajta a krumpli, a paradicsom, a hagyma, meg mit tudom én, nekem bejön. Az az iszka van, amit képvisel. Egy darabot beveszel, hogy nem tudom. Tudom, mire gondolok? Baszd meg, amikor boncoltuk a BK-t általános iskolában, az útról eszembe. Jó, nektek kell venni, nekem ilyen nem volt. Hát azt is megettem. Ezért a lényeg. A tejföld. Az a lényeg, gyerekek. A tűz minden. Na? Tejföld? Na, segítünk a pisunak. Nem kell. Mentő akció, ugye? Nem kell, nem kell. Nem. Mondaná, könnyű, hogy a tarzon sok. Csak akkor... Lassan hozom a tülkös is ahhoz nekik. A dögi. Meg. Várhatom még, akkor tudom, hogy megeszed, baszd meg. Na és laktató? Tehát most mi? Azon kívül, hogy jó is, meg nem is. Figyelj! Jó magyar. Jobb egy szendvics, szalámi szendvics, párizsi. Nem. Igazából, ha szeretnéd, akkor laktató lenne, de... Van egy olyan érdekes, ami a mi gyógyunkat nem szokja, vagy hát nem, nincs hozzászokva. Nem, én mondom, ilyen ízek, egy ilyen... Ez jó, ez volt. Ez egy kibaszottul kurva büdös lábszag jön egyszer csak meg. Érted? Nem? Faszt, hogy nem tudom. Én ezt nem tudom, mi ezt hasonlítani. Ez egy extrém mód van. Nem tudom. Ez az, amikor baszd meg, itt kotorászol a kukába, érted? És találsz benne, baszd meg, rossz rothadó patkánytól elkezdve a macska ilyen bűzlő, rohadt tetemet, valami olyas, hogy ezt tudom hasonlítani. Na, bulló! De egyébként kurva jó! Figyelj! Ha megettük, akkor a maradék hagymát meg a tejfölt megehetitek külön. Na mi van? Hogy álltok? Gyerünk, végig az utolsó, Most meg kell a másodikat. Már másodiknál tart. Én még egyet beverek. Még lehet, hogy ezért... Figyelj! Fokozz, van itt nálunk ezért Carolina Reaper. Az is van. Hogyha akarok, akkor... Most nyomjál rá, nem. Akkor meg lehet. Nem. Akkor utána nem érzel se ízek. Szerintem kosol meg úgy. Magatosan a szemedbe nem menjem. Mikor? Hát az a rothorvány. Kell megvenni, hogy a pástétom lenne bazdmeg. Hát, egyébként, várjál, én még valamit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan. Ne válogassál pisugatnak, hogy ugye az, nagyon sok helyen azt látod, vagy azt mondják a videóban, hogy milyen sós mint az ökör. Nem sós. Én azt gondolom, hogy annyira nem. Nem sós. Annyira nem. Szóltam az a durva sós, mint akár egy ilyen... Mint a ruszli. Már mindez van ez a... Mi a fasznak hívják? Ajók a gyűrű, igen, ez a sós ringlinek mondják magyarul ringli. Az egy ilyen sűr, vagy egy ilyen sós, totális sós hal. Ez abszolút nem sós, csak kibaszott büdös. Hol van a vodicska? Van egy olyan masszív, erős íze, gyerekek, amit fú, basz meg! Amit valószínű, hogy a magyar gyomor az ritkán érzékel. De most várjál, figyelj, most aki ezt zabálja, illetve, bocsánat, fogyassza, eszi Svédországban tradicionálisan, azzal etes meg mondjuk egy ízét, egy gulyás. Nem gulyás, nem gulyás. Egy német juhászt. Nem, Csülökkel, velővel, baszi.
brutál jó. Gergő, mennyit kész még ebben az asztalon? Hogy én jövök a izével, hogy most meg megkezd magadnak, azt én... Hogy az izét is egyszer megkóstoltam, hogy ott volt tőle a hedgist, amit a Sváciába csinálnak, az a bendőbe az a... Kássa, a skótok, azt mondom, a skótok. De melyikre gondolsz? Hedges, az, ami gyomorban van betöltve a... De szerintem nem is lehetem annyira rossz. A történet. Krumpli. Ennyi hal, így frankon. Hát, a krumplit azt hanyagoljátom, mert attól csak a lábatok büdös. Egyéb... Ennél büdösebb? Nekem ott a porrom, de nem olyan. Ez a tiéd, ez a te. Megfogtatok már. Jaj, ne izé, ízlizelítem, bazdmeg. Hallod úgy kamerázik, hogy közben csorog a nyála. Csorog a nyála, bazdmeg. Mint egy Rottweilernek, csorog a nyála. Tibi! Azt a kurva, bazd meg! Ne szagolgass, bazd meg! Mit szagolgatod? Mit érzel, Tibi? Légy férfi, bazd meg, húzol rá! Úgy egy klímaszott kurva vörös. De mi? Valami. Na, prost. Csak verej! Na, egészségünk! Akkor a bolondok napjára svéd teki a dobjában egy halat! Egészség! Tedd föl a sóhát, mi van ilyen halat? Ez az. Az az. Add most sajnálj, hogy ezt megfogtam. Nem gáz. Nem baj, Tibi, nem kell zönni. Nitro, lemosom bal. Ennyi. A ruhánk is bevettem minden szóval. Kicsit büdös a szar, már meg se eszed, bazd. Tessék is. Köszönöm szépen. Akkor boldog új évet. Boldog karácsony. Amúgy igen, jól mondod, mert most van új év. Mi van még? Bálint nap? Vagy mi a fasznak hívják az amerikai? Az igazi. Az igazi. Mi a faszom? Tavasz kezdett a nyár kezdet. Mi van február 14-én? Ja, Valentin. Valentin nap volt, Valentin nap volt. Felszabadulás az mikor volt? Április 9. Amikor ez felszólás, akkor elfogyasztok. Na, még a Balázsnak van egy, azt a maradékot megeszem, kiváltalak benneteket. Egészségetekre. Na, meg. Hallá. Én még azért még itt. Csak zúzd. Itt. Próbálom egy kicsit. De kibaszottul kurva büdös egyébként, tényleg? Baszony, nem raktam rá uborkát. Én sem. Úgy kellem megkosolni. Uborka, ez az úr, én imádom ezt a svéd uborka. Svéd uborka. Mondják, igen, nem. Ugye megpróbálunk, amennyire lehet autentikusnak lenni, de... Kurva jó. Ja. Mondjuk az 1500 valahányban szerintem a svédek mondjuk nem ettek hozzá paradicsomot, az kurva élet. És most nem tudom, tejek kell áll krumpit vagy nem? Tejek fölnek kell? Varrat, megkentem. Én tennék rá krumpit, mert az... Vágjak neked a krumpit? Az a vízválasztó szerintem. Tudom, hogy az is így elnyomja, de én most úgy gondoltam, hogy most ezért leszek. Hogy nem nyomod el? Szuper nem, de rád azt a végén csak mell leszek, érted? Nem szuper. Én azt gondolom, hogy aki így magába eszi, de... Tehát, hogy így fogja a konzervből, és akkor így beveri. Az egyértelmű. Az egyértelmű okokból okádik. Az egyértelmű, az a szervezetnek a teljesen normális reakciója. Így, hogyha így ezt módon próbáljátok ki, így szerintem teljesen elviselhető. Nem azt mondom, hogy hú, de ennyire fasza, de a közelében sincs annak, hogy mind, amit most, hogyha most nem bizalt, hanem simán mondtalál meg, és akkor ökrenezel meg. Vagy benne egy panellakásban, konyhában. Így el lehet viselni egyébként. Ugye látom olyan videót, hogy panellak kinyitja az ablakot, aztán akkor nekiállod kizélni ezt megenni. Hű, de fasz. Mit egy faszom tudja hány köb... négyzetméteres, meg hány négyzetméteres kis konyhával. Na milyen? Gyere, annyira ezért. Az a legfontosabb. Amit mondta, hogy el kell vonatkoztatni. Nem, az a legfontosabb, el kell kapni a Covidot, lehető legkevesebb szaglással kell rendelkezni. Nem kell arra gondolni, hogy hú, ez szar ez a hal, de milyen jó az a tejföl, milyen fasz az a zuborka, és akkor abszolút be tudod puszolni. Figyelj, erre azt lehet mondani, hogy tipikusan igaz ez a Pégi féle 90-es évekori mondás, enyém szart karban tart. Hát ez már tényleg azon szinten van. Akkor kibaszott nagy király. Ez minden, olyan vagy, mint a Zsoltány. Hol a bajos, ez egy fix is? Mi vagyunk a nemzet csótányai, yeah. Felróvehetsz a kutyába. Most melyik ízé késsel cipel a politikát? Itt már mindegy, ennél már mindegy, gyerekek. Hagyjam. Dökkútú bajban. Fúj. De hallj, mert külön késsel hallod. Az oké, de nézzél, nem akarok belenyúlni ezért. De ez nem volt halas. Nem baj. Figyelj. Van egy csomó, direkt hozzunk egy csomó kés. Én azt hittem, hogy finomabb lesz. Ugye elcsúsz egy olyan darabot, ugye most rá kell, hogy bekapsz egy olyan darabot, ami mit tudom, egyben van, utána kurva szar. Szar, tényleg kurva szar. Még ennyi. Bazd meg, utána, azt a kurva. Mi van? Aha, ürj, csinálj. Mi a fésó?
Nem, hanem 300 darabra. Dehogy is. De. Úgy lesz ennek. Azt mondja, már jól laktál szerintem. Annyira laktabban van. Csak annyit egy ilyen, hogy bírszál, hogy jól lesz. Szerintem azon már így túlhozott. Pisú, figyelj. Mondd, hogy jött az a kurva rupli. Gondolom, az a kenyérvágot. Töki pompos. Milyen krumpli van? Te hallod? Csinálunk egy ilyen franchise, hallod? Na azt akarom mondani, hogy... De kútban származó pusételek, hogy mi? Ja, arra már rámentek. Abszolút. De nem az a lényeg, gyerek. Ez összegzés. De nem is összegzés, csak inkább ilyen gondolatmenet, hogy... Hogy én azt hittem, hogy finomabb lesz. Én azt hittem, hogy ez a nagy duma, hogy ilyen tök egyedi íz, meg biztos, hogy kurva egyedi íz, mert senki nem eszik meg ezért kutyaszart. De ennyire azt is meg lehet tenni, bazd meg. Hát egyedinek egyedi, ez tény is való. Na hol van az a lófasz? Add ide. De egyébként én úgy vagyok fel, hogy szagra durvábbra számítottam. Ízre nem rossz. Ízre egészen jobbra. Majd úgy mondom, hogy így együtt. Szóval így úgy mondom, hogy ja. Gyereke. Szóval azt hittem, hogy ha kibontjuk, kidobom a tarcsot, érted, de nem? Figyelj, az éjség az mindent legyőz, bazdmeg, amikor valaki kurva éhes, ezek szerint, hát, amikor 1500 faszon tudja, mikor... Kurva éhes voltam, és bazdmeg nem erre a dög. Jó, de ne így kell gondolkodni, mikor nem. Hanem 1500, jaj, de régen, amikor a halászok mentek, meg a faszon tudja, mi volt. Nem mondok, hogy aki szélel, meg nem, és ember adja, hogy mi. Meg amikor izék felégették egész. Európát, fél Európát, Nyugat-Európát, Közép-Európát, nem is lehet. Angliát főleg. Húha. Kicsit olyan, hogy elütött az autót, a macskát, aztán ott van már egy hetek kb. Hogy a faszom, hogy döglött az autót. Miért sajnodtettem le az enyémre? Gyere, ha rakmálsz rá! Persze, az már az egész. Te voltam főbújtó, akkor szépen pucud rá. Meg tunkold is ki. Már én két szajtettem rá, mint te. Jó, figyelj, akkor ki nem azért nem teszek rá, mert nem akarom, hanem azért, mert nem vagyok irigy. De akarjál. Kurva életbe. És akkor most jön egy kis spoilerezés, ezt úgy hívják. Gyere, fordítsd rám a kamerát. Hogy a következő nagy, ilyen jellegű, ilyen gasztronómiai élmény az lesz, amikor a Pisó megeszi a csilikumos kihívást. Mit? Csilikum rímpel kihívást. Na, ott jobban félek, mint ettől. Na hát akkor most mit hiszélsz, bazd? Csomó. Adjatok egy kész tőlőt, légy szíves. Az még azért tényleg olyan vagyok. Akkor figyelj, én azt gondolom, hogy... Ő is maradt. Arra tényleg úgy van, hogy azt megcsinálom. Hú, de baszott kurkúra büdös. Micsoda? Ott még egy csomó van. Azt tedd meg! Azon már, hogyha hozzányúlna egy Tibi. Maska, vagy egy patkány, vagy egy egér, akkor az jól lakta vele. Ha megcsinálom a közelébe nem megy. Csak tényleg úgy nem tudom, hogy most, hogy bazdák, úgy jövök ide erre, hogy talán vagyok, hogy az fők. Kurva élet. Milyen józanú, nem is mentem, stb. Csak úgy nem. Figyelj! Bazsa, dobd már rá azt a izért. Mondtad, hogy kaját nem dobunk el. Azt neked meghagytam. Egy csomó meg. Azt neked kérem, megedd. Nagy a rizsa, nagy a duma, de majd azt most neked kell. Figyelj! Fű, bazd meg! Így innen meg, és fogjad még a sörömet se valami. Na nézzük, figyelj, most aki... Nem, ezt már kezdve. Kimaxolom. Azt ne is kezd meg, akkor inkább más kezdje meg. Most akkor egyetem, hogy így fogom elkezdeni elrákni, baszd meg. És mi van ebben a gyerekes? Mit pusztulkodtok már azon a kis darabban? Na. Mindent megenni, baszd meg. Itt repül a repülő. Legyen most még, legyen ol. Itt repül a repülő, aztán hám. De ezt se bírod megenni, na. Na, hol is van meg? Valahogy megint nagyon volt a szemed, mint a száz. Már füled egy. Főleg, én ma másik az eszem csomagot, az nem pakolvám úgy, mint te ezével. Tejfőlel meg ezzel, hogy könnyű bazd, meg elnyomja az egész ezért. Dehogy nyomja, te én rátettem most egy vödör halat. Bazd meg. Oké? Van még valami. Nézd, a lejjében milyen lopos volt a második halat. Főleg a hal dominálás, az elég volt a halat. Akkor azt el kell... Jól laktál, vagy mi? Azt el kell... Mire? Mire? Rosszabb napokra? Mi a faszra van lehet tenni, bazd? Mire? Éjjénységre. Éjjénységre, hol lehet kell tennia? Lefogyasszod a jégkrémek mellé. Szöbbet nem eszel sehol a se jégkrémet. Jó, tényleg? Most egy...
Itt van a... Svédek, csak egyék ezt a kaját. Maradunk a körömség. Így van, mi maradunk a mi magunk is kajáknál. Ja. Attól függetlenül így Svédországban ellennék vele. Tehát akkor mindenki gyerekek, jól. Ebbe a kívánvasba egy jó dolog van, hogy ilyatsz mellé vodkát pekcsolt. Amikor ő lehet elfélni. Még itt van egy kimaradt kizélt. A Svéd? A Bozsé. Azt már most mondom, hogy az az üveg, meg az összes pohár olyan büdös, hogy vallat mi esőre. Minden kibaszunk a szeméttel. Egy érzze meg, itt a végén mindent összegyűjtünk, és nem kidobjuk, elégetjük, bazán, mint a pest is. Meg sem is tűnjön el a földszínéről az egész. Egyébként hozzá kell tenni tényleg, hogy ivázott nélkül szerintem ezt. Ezt elviselni nem lehet. Én most azt mondom, hogy a szél ezt kurvasokat segít. Ez annyira hála Isten elviszi, hogy most kivételesen örülünk a szélnek, mert szerintem az annyira elviszi ezeket a szavokat. Mondjuk, hogy így el tudod viselni legalább azt, ami meg kell a kenyeredet, összerakod, stb. De tényleg. Amúgy legett utána. Azt a tányért lettél, ki kell baszni a picsába. Romlott ruszli. Jó lesz frizbinek. Tudom, miért nem jó? Az, hogy rátessük az uborkát, az a folyik leve a kezeden, és akkor viszi magával a többit. Hát gyerekek! Az emberi gyomor az mindenre képes, bazdmeg. Nem? Hát most várjál, papá! Azért engedtessék meg elmondani, bazdmeg, gondoljuk bele, amikor az andokban, amikor lezuhantak a repülővel, és akkor egymást megették. Na. Az emberi gyomor az mindenre képes. Hát amikor kibaszottuk kurvára ilyesmi, akkor ezt szerintem úgy eszed, mint a rohadt élet. Megette valaki a szokolt is. Hát a túlélésre meg baszat. De baszat, de túlélés vagy nem. Én azt tudom magamról, hogy én simán megettem volna. Hát ezt csak ajánlás túl kell élni. Hát azon múlik tényleg, hogy most megdövülök vagy nem, akkor valószínűleg én is. Már kezd forogni a gyomrom. De azt akarom mondani. De mitől? Ez nekem elbaszta a zuborka. Biztos a zuborka volt. Szedd le róla. Zuborka, mi? Vagy te egy zuborka, baszat. Nekem ez a zavaró. Amúgy a zuborka nem illik hozzá. De ahogy is nem, szerintem az van a legjobb. Nem. Kóstold meg, kérlek. Egy bakát, egy kapanát. 45 éves, bazdmeg, most már legyél férfi. Nem kell, csak egy ilyen kis körömhelyi darabot kóstoljál. Ennyi. Csinálhatok el egy kis ízét, egy jó ízét, egy ilyen... Csinálnak egyet. Csinálj egy egész halat, kutka kerészét, nyomd be a szájában. Na, ezt szólsz, így csinálhatok egy ilyen frankó ízét, egy ilyen... Figyelj, csúti van meg! Finger food-ot fogok meg csinálni! Csinálj egy katonát, tudod? De nézd meg, látod, az se jó, hogy a tumács. Az se jó. Hát azért, hogy a faszta rossz egy tejfőt rám egész. Az enyém ma már az enyém, az abból tumács. Na. Itt vagyunk. Én eljutottam arra a pontra, hogy most már tényleg kurvára elég nekem. Én ebből többet nem bírom meg. Most már csak azért küzdködni, hogy megbírom elég. De miért nem tudod megenni az íze miatt, vagy túl telített a gyomrod, vagy nem ilyen, stabil? Mert ilyen ugye diétázott, nekem milyen pici a gyomrom, sportember kérdez, aztán nekem ilyen jön. Nem, most komolyan, tehát az íze miért? Tehát, okay. Nem, egy idő után már ez a... Túl sok. Ez az ízkombó, ez a rohadás, ez a faszom tudja mi a kurva anya. Ez már túl sok, átmegy egy olyan mércér, hogy egyszerűen már ilyen vállalata, már válik. Alapvetően azt lehetom képzelni, hogy a középkorban ezt azért beverték, mert nem volt más, de nem hiszem, hogy ebből egy kilószámra ették a halakat, hanem itt tudom én ilyen faszom tudják kis darabokat, de most itt van, tessék, így néz ki. Na, várjál, mert én még le vagyok maradva. Egészség. Egy sok bozsé. Nem lesz semmi baj a baszki. Ja, még ennyi van itt nekem. Szerintem ez túl izéltetlen. Nem rossz, hogyha így nézünk. Rázol tesz. Uram, nézd, ott van egy-két katona. Lehet, hogy így kéne. Mi az a hal? Az a hal, igen. Akkor azt mondom. Mindjárt zsinnak egyet mozgat. Jó lesz, kell hallni. Tibi még nem evett. Majd mindjárt fog. Ha nem, akkor megetetjük. Így van. Még az illetős. Belőjük, csúszni van.
egy élmény. Amúgy összességében tényleg az, az én szerény véleményem az, hogy az embernek a az inger küszöbén és a komfortzónáján, amikor már átmegy, akkor már elviselhetetlen. Tehát akkor már nem esik jól. Annyira tehát, intenzív. Eléggé intenzív. Onnan is. Tibi, kérlek. Hm? De legalább megpróbáltuk. Kipróbáltuk. Mindjárt megkérdezzük a Pisut is, hogy ő kinek javasolja, vagy kinek nem. Én azt mondom, hogy csak olyan egyen ilyet, aki valamit ki akar próbálni, mert ez mint étkezés, hogy most én most hazamegyek, és akkor mit szeretné enni ebédre? Szurströmminget, szerintem az így soha nem hangzik el senkinek a szájából sem. Szerintem még Svédországban sem. Hanem ugye ez tradíció, és akkor valaki kezére eszik. Rettenetesen durva az a... Az 1500 jönyörig, de többit valószínűleg megették, persze, hogy megették az a... Amikor éhesek volt, ez szerintem tényleg akkor, amikor éhezés volt, akkor beverték. Egészséges, kurva vizes. Ez már ilyen félig emésztett valójában, félig emésztett fehérje. Tehát ennél durvábbat nem lehet tenni. Azt nem tudom, 1500 jönyörig vedeltek alkoholt? Nyilván. Szerintem az régebbi, mint az emés. Szóval akkor jobb becsókoltak hozzá mindig. Figyeljetek ide, én azt mondom, hogy majd mindjárt visszajön a fisú, nem tudom hányni ment, vagy hova ment? Pucolja még a hajat. Én azt mondanám, hogy kipróbálni brahiból élmény. Most elmondhatjuk, hogy értünk egy ilyet, semmi több. Ennél, tehát ilyen gasztronómiai élményt, hogy most ilyen hú de olyan, Én azt nem éreztem benne, azt éreztem, hogy meg lehet enni, le lehet győzni azért az undor, de viszont már egy bizonyos határon én már úgy voltam vele, hogy úgy ettem, hogy már, hogy nem hánytam ki, de viszont már kurvára nem esett, jól? Az operatőrnek muszáj leinni a magát, mert olyan élmény érte, hogy a tartisul megkóstoltad, vagy mi? Megkóstoltad, Tibi? Persze, megetek. Na, majd mindjárt megetek. Na, várj, Pisi, összegezd, négyszeres, gyere ide mellé, gyere. Majd leülök. Egészség. És a jó lakottságtól büfögtél, nem? Igen, igen. De hogyha lehet, akkor nem is büfögetek sokat. De a lényeg. Igazából kurva szar volt, de annyira nem volt gáz, mint amiket láttuk itt neten, meg izé, hogy most kidobod a múlt heti izét is, csirkét, vagy mit tudom én. Ha így csináljátok, hogy tényleg víz alatt, megadjátok a módjától, hogy kint svédeknél, vagy nem tudom kik ezek az őrültek, akik ezt zabálják. De tudom, ilyenek módja az, hogy ennyit nem szabad megenni belőle. Egy szeletet meg kellett volna belőle. Szerintem ezzel sincsen baj. Csak meg kell adni tényleg ennek azt a rituálét, ami ennek illik, érted. Mert azt, hogy most itt megkezded az asztalon, az egyértelmű, hogy basszus, mi is ökrendeztünk volna, mert így sem volt egy egyszerű történet, de nem az ördögtől való, nem? Pontosan így van, úgyhogy... Még a Tibit meg kellett etni az úgyhogy, majd a következő adásban meg találkozunk a Chiri Challenger. Jó van, de akkor ezt bevered? Justop. Hát, hogyha ezt bevertem, akkor valószínűleg azt is befogom. Ennyi az egész. Várjál. Egészségek is. Gergő, hol van? Mindjárt jön. És hol az én vodkás porom? Mert is semmi, hát is szavítál, hogy pénz, hogy legyomoznak, vagy mi? Nem lehet úgy legyomolt, hogy mi? Tibi, az kerüli az érintkezés bármilyen módon a hizével, ebből a moslékkal. De egyébként az nem, tényleg, hogyha most így össze kéne rakni, semmihez nem hasonlít ez a... De amúgy ezt még a cip se viszi le. Hát majd akkor nitrohigító. Tényleg, be kell áztatni. Egészség. Na Gergő, te mit mondasz erről így összegzésképpen? Teljes mértékig elfogadható. Háborús helyzetben. De attól függetlenül én meg tudom menni. Egészségre. Sikeres challenge-re, sziasztok. Egészségre. Akkor boldog napját és kellemes húsvéti ünnepeket. Semmit csak visszabifögött, bazd meg. Nem fogok hágyni. Nem adom azt az örömet. Most visszabük fent az egész túlvára, jó vagyok csak. Amúgy is. Hát szerintem az utána meg kicsit. Azóta. De jó, úgy jó, ez az nem gáz, de... És oda meg kicsit be fogok baszni a rátot most. Egyet? Hát. Minimum egyet, ja. Le kell fújítani ilyen. Sosem elmondom. Ja.
Tibi, miért van betekerve ezével a papírral az üveg? Az elsőtetni a nyomokat érted. A steril, arra, steril dolgokat. Kérlek szépen ezt a papírt, még a kupakot rátesszük, aztán mehet szépen a komposztába. Kiürült? Így van, és így tudtam megőrizni, kivéve az, hogy a ruházatom teljesen bevettem, mert érzem. Mindenhol ezt a hal. Fröcsköltem is. De jó volt. Fasz, csak megképzeled magadnak. Rá, ugye? Nem, finnyás a gyerek, nem? A szíjés alapon megy már rá. Finnyás, nem? De akkor fújj bele az orrodat, hogyha hazudat. Hipohonder. Én elfújom az orromat. Hát hipohonder a patik. Jó, mert te persze abba turtál mortába, azzal te vetted ki a szemeit a halnak. Abszolút. Ne jó, hogy vége. Ez abszolút a meccsi kompanyíró. De jó, hogy vége. Hát amikor abban a pillanatban azt. És úgy, hogy én mondom, szélárnyékba voltam, tehát orrba beszélni. Visszabiföld azt a... Négy darab kánya érkezett, keresik a hullát, és akkor csalódottan azt mondták, és piket tovább! Mindenki él, bazd meg! Várjál, ott van, megmutatom neked. Még jönnek, nyugi. Ezek nem adják fel. Mert több száz évig élnek ezek a dövők. Bazd meg! Kövesd, de vannak kesejük. Hogyha elbólint, a pisú, most hogyha elbólintasz, rád mennek.